nagyon szépen, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, és megragadva az alkalmat. Szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy eme társaság melynek neve? Amelynek neve? És még hála a jó égnek, hogyha erőt ad nekünk, még jó sokáig az is marad. Tehát az a társaság nem áll le, nem pihen, nincs rá idő. Egyszerűen szórakoztatni kell önöket, magunkat, és úgy Magyarország apraját meggyárt, de legfőképpen a huligánokat. Tibor barátom már gyártja nagy erővel, gőzerővel a legújabb lemezre való dalokat. Nagy tapsot neki, bíztató tapsokat. És ezzel az albummal, hogyha mindenki úgy akarja, legfőképpen a főnök, hát valamikor október-novemberre meg is lepjük önöket. Sőt, mi több! Azt is elárulom önöknek, hogy jövő március 16-án várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel Pestre, Papp László arénájában. Ismételten megpróbáljuk megtölteni, bár azért nem sikerül. De majd most, ki az, aki ott lesz? Ki az, aki ott lesz? Hazudjatok, ki az, aki ott lesz? Hiába, és tudnak is, el is hittem. Én a tisztelt hölgyeim és uraim, következő sláger címe még mindig az, amit a napokban már mindenkinek illik tudnia. Paradicsom, a szerző Dr. Tóth. Thank you.